Budapest. Az érdem Déri Miksáé, Blát Ottoé és Cipernovszky Károlyé. Ők készítettek egy olyan berendezést, amely a kérdést megoldja, és amelyben eldöntötte azt a problémát is, hogy egyenáramot vagy váltóáramot használjunk általában a gyakorlatban. Ugyanaz a véleményem, mint Déri kollégának és Bláti kollégának. Az Edison által felállított rendszernek van egy igen komoly belső korlátja. Mégpedig a biztonsági okokból alkalmazott kisfeszültségű egyenáram, ami 3 kilométernél nagyobb távolságra való szállítás esetén egyáltalán nem alkalmazható a nagy veszteségek miatt. Edison kísérlete bármennyire is tökéletesnek bizonyul, csak kisterjedelmű hálózatnál érvényesül. Ugyanis amint az áramforrás nem áll a fogyasztó közvetlen szomszédságában, hanem már több száz méter távolság van a kettő között, úgy az elektromos energia legnagyobb része meleggé változva útközben elveszik. És ezért a veszteség csökkentésének érdekében a vezeték keresztmetszetét a távolság arányával kellene megnövelni. Kiszámítottam, hogy az áramnak 20 kilométerre való elvezetéséhez 3 millió kilogramm rézre lenne szükség. Ebben az esetben az áramszolgáltatásból befolyt jövedelmet az üzemköltségeket sem elégítenek ki. És ezért a zsákutcából a kiutat csak a feszültség lényeges növelése jelenteti. Mert így viszonylag olcsó vezetéken, vagyis kis átmérőjű húzalon szállíthatjuk az elektromos energiát a fogyasztókhoz. A feszültség fokozásával Edisonék is próbálkoztak, de kísérleteik rendre kudarcba fulladtak. Ha a feszültséget kismértékben fokozták, a gépeik elégtek. Ennek pedig egyedüli oka az, hogy ezeket a kísérleteiket egyen árammal végzik, és ehhez csökönyösen ragaszkodnak. A három magyar mérnök tehát a váltakozó feszültség mellett döntött. Ők találták fel azt az eszközt is, amely megoldotta a váltakozó feszültség szállításának problémáját. Eszközüket transzformátornak nevezték, és ez az elnevezés ma már az egész világon elterjedt.